Köszöntöm a Telena magazin nézőit, Nagy Viktor vagyok. Mutatom, mit kínálunk a következő percekben. A Szent Háromság szobor felújítására gyűjtenek. Ülésezett a tolnai német nemzetiségi önkormányzat. A világelitbe tartozik a tolnai veterán horgász. Tolna megye népművészetét járták körül a Bárka művészeti szalon alkotói. A tolnai Szent Háromság szobor felújításáért szervez gyűjtést a település lakosa, Saramó Márta. Ennek megvalósítására egy alapítványt is szeretne létrehozni az asszony. A köztéri alkotást utoljára 40 évvel ezelőtt renoválták. Most a rekonstrukció nagyjából 20 millió forintba kerülne. Közel 200 évvel ezelőtt, 1823-ban közadakozásból építették a tolnai Szent Háromság szobrot. A célja feltehetően, mivel ez egy háborús járványokkal teli időszak volt, valószínűleg segítő jellegű volt. Ezt tanúsítja az, hogy a Szent Háromság szoborcsoport alatt különböző segítő és védőszentek találhatóak. A szobrot legutoljára 40 évvel ezelőtt, 1982-ben újították fel az akkori községi tanács. Azóta az idő vasfoga erősen megrongálta, nagyon rossz állapotban van. A 200 éves jubileum, amint, mint mondtam, jövőre lesz, illetve az ősök iránti tisztelet és a városhoz való kötődésem motivált arra, hogy létrehozzak egy alapítványt a szobor felújítására. A tolnai képviselőtestület támogatta az ötletet és megadta a hozzájárulását. Ami azt jelenti, hogy az alapítvány felújíthatja a szobrot, ugyanis az alapítvány tulajdona a városi, és hozzájárultak ahhoz is, hogy az alapítvány nevében szerepeljen a Tolna név. Így az alapítvány tolnai Szent Háromság szobor felújításáért nevet viseli. Mint említettem, jövőre lesz 200 éves. Az alapítvány bejegyzése folyamatban van, ugyanis jogilag akkor tekinthető létrejöttnek az alapítványt, ha a bíróság nyilvántartásba veszi. Ezt követően egy öttagú kuratórium fogja működtetni az alapítványt, melynek elnöke Rózsa László diakónus, tagjai között szerepel a Tolnai Városvédő Egyesület és a Tolnai Városépítő Alapítvány vezetői Link Judit és Rajter Antalné, valamint Illés Dezső és Jó Magam. A tervek szerint a felújítás két lépésben fog megvalósulni. Mivel a szobor műemlék, ezért engedélyeztetnünk kell a felújítást az Örökségvédelmi Hivatallal. Ehhez be kell majd csatolni a restaurátori tervet, egyéb dokumentációt, és ha megvan a hivatal engedélye, akkor ennek birtokában kezdődhet el a tényleges felújítást. A restaurálást egy szobrászművész, kőszobrász, Asztalos György, budapesti restaurátor fogja elvégezni. Az előzetes becslések szerint mindenre nagyjából 20 millió forintra lenne szükség. Ezt részben úgy, mint 200 éve közadakozásból a város vállalkozóinak, vállalkozásainak, magánszemélyeinek pénzügyi adományából, részben pedig pályázati pénzből szeretnénk megvalósítani. Nagyon számítunk a mindkettőre, dacára annak, hogy ez az időszak mostán nem kedvez az ilyen pénzügyi felajánlásoknak, de bízom abban, hogy a magasztos cél miatt nem fog alábbhagyni az adakozás. Annyit még el szeretnék mondani, hogy amennyiben sikeres lesz a pályázatunk, akkor nagy reménységgel vagyok, hogy jövőre a 200 éves évfordulója meg fog szépülni a szobor, és ismét régi pompájában fogja díszíteni városunk főterét sokak örömére. A történelem ismétli önmagát, most is a járványok,
háború időszakát éljük. Úgy gondolom, nagy szükségünk van most is a szobron található segítő szentek közreműködésére. A Tolnai Nemzetiségi Önkormányzat idén is pályázatokat írt ki azon civil szervezetek számára, akik nemzetiségi tartalmú eseményeket szerveznek. A támogatásokat hagyományőrző programokra, ünnepségekre és dekorációkra is fel lehet használni. A novemberben megtartásra kerülő Nemzetiségi Nap alkalmával pedig a Tolnaváros Németségért kitüntetések kerülnek majd átadásra. Tolnaváros német nemzetiségi önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedésekre. Szem előtt tartva kíván együttműködni olyan programok szervezésében, amelyek a német nemzetiség kultúrájának és hagyományainak megőrzését, átadását, közkincsétételét, a német nyelv ápolását és fejlesztését szolgálják. Nyáron sötétlenkedik a nemzetiségi önkormányzat Tolnán. Az elmúlt ülésen határozatot hoztunk arra, hogy újra kiírjuk a civil pályázatoknak a támogatásáról szóló pályázatunkat. Ez minden évben arról szól, hogy azok a Tolna városban működő civil szervezetek, tehát alapítványok, iskolai, óvodai alapítványok, akár baráti kör vagy a nemzetiségi klubnak a klub pályázhat támogatásra. 600 ezer forintot tudunk a civil szervezeteknek szétosztani, vagy szeretnénk szétosztani. Mindenképpen nemzetiségi tartalmú program megvalósítását tudjuk támogatni. Erre van egy adatlap, amit ki kell a szervezetnek tölteni. Nyilván egy szakmai programmal, hogy mit szeretnének ebből megvalósítani, és egy bérkalkulációt, vagy egy kalkulációval együtt, hogy mennyi összegre pályáznak. A testület pedig megnézi a beérkezett pályázatainkat, és a rendelkezésre álló összeget próbáljuk igazságosan elosztani. Minden pályázatnak feltétele az, hogy nemzetiségi, tehát a német nemzetiséghez köze kell, hogy legyen, tehát ilyen tevékenységeket tudunk támogatni. A pályázatban elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás maximálisan igényelhető összege szervezetenként 100 ezer forint, melyből legfeljebb 10% fordítható étkezésre. Az elmúlt évben is a 600 ezer forintot el tudtuk osztani. Nagyon sok pályázat érkezett be, tehát a teljes maximális 100 ezer forintot nem is tudtuk mindenkinek megítélni. Elvünk az, hogy mindenki részesedjen, aki pályázik, hogyha a tartalom megegyezik a nemzetiségi önkormányzat elveivel. Ugye nekünk ezt egy törvény írja elő, hogy milyen nemzetiségi feladatokat támogathatunk. Amire támogatást kérnek a szervezetek, az óvodáknak és az iskoláknak a Márton naphoz, vagy a nemzetiségi napjukhoz fűződő programoknak a támogatását szokták kérni. Hívnak előadókat, vagy az ellátásra kérnek támogatást, dekorációs eszközökre, papír árura, tehát általában ilyenekre szoktak kérni, de nagyon sok a kirándulás is, elmentek például a terrorházát megnézni már ilyen támogatásból, vagy Gerezslakra, tehát ilyen a nemzetiségi, német nemzetiségi hagyományokat őrző falvakat látogatnak meg az iskolások. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezekre soha nem sajnáljuk a pénzt, mert mindenképpen ezek azt támogatják, hogy fennmaradjon a nemzetiségi kultúra. Idén is várják a jelöléseket a Tolnaváros Németségért elnevezésű kitüntetésre, melyre három kategóriában lehet nevezni. A nemzetiségi önkormányzat 2 évvel ezelőtt hirdette meg a Tolnaváros Németségéért díjat. 3 kategóriában várjuk a jelölteket az idén is. Az első kategóriánk a civil szervezet vagy magánszemély,
kiemelkedő pedagógustra várunk jelölést, illetve olyan iskolás, tehát tanuló jelölését is várjuk, aki a nemzetiségi tevékenységekben aktívan részt vesz, előre viszi Tolnaváros hírnevét, és ezzel a német nemzetiségnek is a hírnevét, akár városban, regionális szinten, vagy akár országos szinten is. A pályázat, vagy a jelöléshez várunk egy részletes leírást, hogy milyen tevékenységek azok, amik miatt úgy gondolja a jelölő magánszemély vagy szervezet, hogy az illető érdemes a Tolnaváros németségéért díjra. A díjátadó minden évben a nemzetiségi napon történik, és az idén a nemzetiségi napot novemberre tervezzük, ahol ennek helyet adunk, tehát ünnepélyes keretek között osztjuk ki a díjat. Azon civil szervezetek vagy magánszemélyek részesülhetnek a kitüntetésben, akik legalább 5 éven keresztül elkötelezett feladatvállalással vettek részt a közösség identitásának erősítésében. Nemzetiségi nap a szombaton délután lesz, tehát még szervezés alatt van, ezért pontos dátumot se tudok még mondani. November 19-e környékére tervezzük. Mindenképpen a régióból, vagy akár a régión kívülről hívunk meg énekkarokat, zenekart, és természetesen a helyi német kultúrát őrző egyesületeket, énekkart is várjuk, és az óvodáknak és az iskoláknak a nemzetiségi csoportjai kapnak lehetőséget, hogy bemutatkozzanak. Tavalyi évben is nagyon színvonalas műsort tudtunk összeállítani, úgyhogy nagyon remélem, hogy az idei évben is olyan programot tudunk kínálni, amire nagy lesz az érdeklődés. A Dunapartra tervezzük szeptember végére a hagyományos őszi térzenénket. Itt a tolnai ifjúsági fúvós zenekar fog egy remélhetőleg színvonalas koncertet adni. Itt az Altaripa park melletti színpadon lesz a koncert. A Német Nemzetiségi Önkormányzat igyekszik minden olyan kezdeményezés mellé állni, ami segíti a német kultúra megőrzését, ápolását. Most rövid reklám következik, majd Szakó János, veterán versenyhorgász legutóbbi sikereiről számolunk be. Maradjanak velünk, rövidesen folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A DKC Ungaria Kft. Tolnai telephelyére önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat keres. Lézervágó, lyukasztó, gépkezelő, kiemelt bérezéssel, 3 műszakos munkarendben. Ha elmúltál 18, szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezel, vállalnál 1-2 műszakot, és fontos számodra a pontos munkavégzés. Akkor önéletrajzoddal az ildikó.balonékukat@dkcungaria.com e-mail címen jelentkezhetsz, vagy személyesen a 7030 Tolna, belterület 970-110 alatt. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5.
Szakó János, veterán versenyhorgász nemrégiben az országos magyar bajnokságon második helyezést ért el a Tolna megyei csapattal. Előtte pedig a Szegeden megrendezésre került világbajnokságon képviselte hazánkat a földkerekség legjobb horgászaival szemben, ahol szintén ezüstérmet szerzett. Szakó János veterán horgász, már több mint 300 trófeával és éremmel rendelkezik, kupáit már alig bírják el a polcok. A sport iránt érzett szeretetéből és elkötelezettségéből azonban folyamatosan keresi az újabb kihívásokat. Utolsó versenyünk most az országos tagszövetségi horgászbajnokság volt, a OHCB-nek mondjuk régóta, ott második helyezést értünk el, előtte volt a világbajnokság, a veterán világbajnokság, ott a magyar veterán válogatottal szintén második helyezést értünk el, és egyéni bajnokság volt, még a magyar egyéni bajnokság, veterán egyéni bajnokságot negyedik helyezést értem el. A szegedi világbajnokságra a legjobb versenyzők kvalifikálták magukat, Spanyolországból, Olaszországból, de még a tengeren túlról érkezett sportolókkal is meg kellett küzdenie. Nehezen találtuk meg, napokon keresztül volt a kísérletezés, hogy mi lenne a jó taktika, ami eddig Szegeden volt, itt volt Magyarországon, és a szegedi pálya nekünk ismerős volt, de hát sajnos semmi nem úgy működött, ahogy előtte szokott, és akkor új dolgokat kellett kitalálni, és hát sikerült úgy megoldanunk, hogy másodikként fordultunk első nap is, és meg is tudtuk tartani a második helyünket. Muszáj volt apró halat is fogni, mert csak nagy hallal nem lehetett eredményt érni, de csak apró hallal se. Tehát apró halazni kellett, és közben meg kellett fogni egy-egy jobb pontyot is. Az országos bajnokság, ahogy a neve is mutatja, több alkalmas horgászatot takar, aminek a végén az összetettben a legjobban teljesítői lehet a cím. Az országos bajnokság az 6 fordulóból áll, 3 forduló volt szintén itt Szegeden a világbajnokság előtt, és 3 forduló volt Gyoma Endrődön, ami egy keszeges pálya, egész más horgászatot kellett csinálni, mint Szegeden, és hát ott is viszonylag sikerült jó eredményt elérni. A sikerek egyik titka az állandó keret. A csapatba nehéz bekerülni, ezért kiemelkedő és hosszú távon jó teljesítményt kell nyújtani annak, aki világversenyeken szeretné képviselni hazánkat. A világbajnokságon már évek óta körülbelül ez a 4-5 fő jön, esetleg egy-egy fő cserélődik rajta. A megye válogatottnál ott a megyei versenyek alapján dől el, hogy kik képviselik a megyét, hogy kik a legjobbak közül a megyei versenyek alapján a legjobb eredményt elért versenyzők képviselik a megyét. Volt nekem ilyen nagyhalas korszakom is, ahol amikor fogtam 21,5-24 kilós harcsát, vagy nagy amúrokat, pontyokat. Hát a versenyzésben, meg hát a kupákban, vagy a versenyen elért eredmények alapján. Én nekem most éppen összeszámoltam, hogy jöttek 7 világbajnoki érmem van, 1 arany, 3 ezüst és 3 bronz. Egyes sportversenyek több napot is felkarolnak. Előfordulhat olyan eset is, hogy akár egy héttel a rajt előtt már a helyszínre kell érkezni. Például most a világbajnokság, ugye szombat-vasárnap egy-egy forduló, de már hétfőn elmentünk, és 4 nap edzés van, tehát 4 napig, és ugyanez, hát a magyar bajnokságban egy héten 3 forduló van, és akkor előtte minimum 3 vagy 4 nap edzés. Tehát régen nem voltak ilyen nagy felkészülések, legfeljebb egy nap volt egy kötelező edzés, most egyre többet fordítanak, tehát egyre jobban, akik időt tudnak ráfordítani, energiát, azok egyre jobban fel tudnak készülni a adott vízterületből, hogy lehet a legtöbb halat fogni. Ha újra beválasztanak válogatott keretnek, akkor jövőre Franciaországból lesz a világbajnokság, akkor remélem, hogy oda mehetek. Szakó János tehát tovább küzd azért, hogy a jövőben még gyarapíthassa világbajnoki érmeinek számát. A következő percekben a Bárka Művészeti Szalon alkotói Tolna megye népművészetét járják körül a maguk eszközeinek segítségével. A Bárka Művészeti Szalon 1996 tavaszán alakult meg Tolnán azzal a céllal, hogy összefogja a megyében élő zömmel amatőr képzőművészeket, művészetpártolókat. A tagok többsége festő, de vannak soraiban keramikusok, szobrászok, zamácművesek, textilesek is.
Az Egyesület fontosnak tartja a tagok képzését és önképzési lehetőségek gyarapítását, és azoknak a kiállítási lehetőségeknek a keresését, ahol az alkotók munkáit a közösség megismerheti. Ennek érdekében szervezi az Egyesület évente alkotótáborát, és azokat a kiállításokat, ahol a csoportos bemutatkozásokra is lehetőség nyílik. A szalon központi értékkategóriája az alkotó munka tisztelete, és a befogadók a közönség iránti alázat. Megértünk úgy 25 esztendőt, hogy vagyunk, folyamatosan dolgoztunk, folyamatosan változtunk. Koptunk, gyarapodtunk, mikor, hogy. Én azt gondolom, hogy a Bárkán több száz ember fordult meg a fedélzetén, tehát ha képletesen szólhatok, és volt, aki jól érezte magát, kitartott, volt, aki úgy érezte, hogy az nem az ő asztala. Elsősorban a hivatásosok, mert kezdetén hivatásosok közül is többen megfordultak nálunk, de volt, aki úgy gondolta, hogy ő az amatőrökkel nem nagyon találja a közös hangot, vagy nem akart velünk lenni. Minden tiszteletünk ellenére ők eltávoztak szép csöndesen, és akkor maradtak azok, akik akartak tanulni, és ők közülük nagyon sokan, elképesztően sokat fejlődtek. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkiből Rembrandt lett, vagy Rubens, egyáltalán nem. Ez azt jelenti, hogy önmagához képest. Tehát az embernek sosem máshoz kell mérnie magát, hanem a saját lehető legjobb önmagához. Tehát ha megközelítem azt, ami bennem van, amilyen adottságaim, képességeim, lehetőségeim vannak, és abban fejlődök, akkor én egy sikeres alkotó vagyok. A Bárka alapítói közül már csak néhányan vannak, de aki maradt, azt mondja, nagyon sokat köszönhet ennek a közösségnek. A Bárka ugye 25 éve alakult, és a Bárkának a nevében benne van, hogy itt a Noé Bárkája mindenkit befogad, írókat, költőket, szobrászokat, fémműveseket, festőket, grafikusokat, meg még sorolhatnám, pályakezdőket, és akár művészet, kedvelő embereket is. Tehát nem volt kritérium az, hogy valaki valamilyen művészettággal foglalkozzon, akkor is köztünk megtalálta a helyét. Na most azon kívül, hogy itt lehetett egy nagyon kellemes társasági életet élni, itt megtanultuk a kiállításokat, megtanultuk a képzőművészetnek csinyát, binyát, amennyit el tudtunk sajátítani. Hál' Istennek voltak mindig képzett, iskolázott alkotóink, akik segítettek bennünket, tanítottak bennünket. Nagyon sok pályakezdő volt köztünk. Tulajdonképpen még 25 évvel ezelőtt én is, meg még mindig keresem az utam, és nagyon-nagyon sokat tudtuk segíteni egymást. Én igazából egyedül szeretek dolgozni, viszont nagyon jó tartozni valahova. Nekem a Bárka közösséget jelent. Jó időnként összejönni, jókat beszélgetni, egymás munkáit megvitatni, segíteni egymásnak. Egy jó közösséget jelent számomra. Rengeteget állítottunk ki, nagyon sokat így a Bárka csoport tagjaiként, meg hát nyilván egyéni kiállításokon is. Eljutottunk sokfele tagjaink külföldre, Hollandiától kezdve Törökországig, környező országok, meg tudtuk mutatni magunkat, és egy-egy neves külföldi kiállításon is szerepeltek tagjaink. Ez egy olyan szakma, amit nem lehet úgy, hogy most veszek egy folyóiratot, és holnapra tudom. Tehát ehhez elszántság kell, akarat kell, és nagyon, nagyon göröngyös az út. Tehát, és jó az, hogyha valaki megmutatja nekünk, hogy hol az út vége, és úgy van értelme a küzdelemnek. A csoport tagjai ezúttal egy tematikus kiállításra küldték el alkotásaikat, melynek témája a megye népművészete volt. De ez a mostani kiállítás nekem, ez a téma abszolút idegen tőlem. Én nem vagyok népművészeti akármilyen festő, tehát itt nekem dolgozom kell, ezért keményen, azt hiszem, hogy talán összejött. Ez mindig kihívás. Sorba vettük, hogy hát akkor először Tolna megye természeti értékeit, akkor védett értékeit, akkor épületeit, akkor utcaképeit. Tehát sorba vettük, és akkor végére ugye maradt mezőgazdaságipar, és végére itt maradt a népnek a művészete, az eleinknek a dolgai, amik úgy kopnak el, ugye egy időben 70-es évek, 60-as évek hordták ki nyugatra. Most még ami megmaradt, az még megvan. Hál' Istennek most elszaporodtak a tájházak, szinte minden faluban azért próbálják őrizgetni legalább kincs címén, meg módján a régi értékeket. A mindennapokban ez már sajnos nincsen benne. Talán nem is ott volna a helye, de a közösségi alkalmakon még lehetne.
Tehát én azt gondolom, hogy igen, van helye a népművészetnek mindenütt, mert ennél eszenciálisabb, tisztább művészet, mint a népé, nincs. És azt ugye évszázadokon keresztül hagyományozták, finomították, alakították, éltek vele. Tehát akkoriban a népművészet az nem valami csoda dolog volt, hanem része az életnek. Tehát ma is úgy volna jó, hogyha mindenféle művészeti ág valamilyen szinten része volna az életnek. Tehát nem úgy gondolnánk rá, mint valami mennyei dolog ez, hanem része az életnek. Művészet nélkül én úgy gondolom, hogy lehet élni, de nem érdemes. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!